Amíg Laci nyújtja a tésztát, ebből nem enged. Tudtuk meg az egyik dolgozótól a Dunaföldvári cukrászdában. És valóban, mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata, amikor beigli készítésre kerül a sor. Ilyenkor megáll a műhely, és aki él és mozog, az mindenki beiglit csinál. És mint régen az építkezések kalákába, nálunk is minden egyes műveletet mindenki csinál. Abszolút kézműves technológiával készül a beigli. Nem nyújtjuk géppel, nem formázunk géppel semmit. Ez tényleg 100%-osan kézi munka. Én nyújtom a tésztát, a kollégáim kenik a tölteléket, a másik hajtogatja, a harmadik már keni a tésztát, hogy szép fényes legyen a felülete, a negyedik süti, úgyhogy ez tényleg egy ilyen abszolút csapatmunka. A diós beiglink, maga a beiglink is 30 éve ugyanez a recept, ezen nem változtattunk még semmit. Friss dióból, valódi dióból dolgozunk, nem használunk morzsát természetesen. Különleges minőségű a beiglink besorolása is, 60% tölteléket tartalmaz, és a tölteléknek is nagyon nagy része valódi dióból van. Még természetesen van benne ízesítés, narancshéj, citromhéj, barackleklevár, úgyhogy eléggé ízekben gazdag történet. Nagy László elárulta, hogy az évtizedes családi recept mellett a jó beigli készítéséhez hidegre van szükség. És hogy miért? Ugyan élesztős tésztája van a beiglinek, de addig jó, amíg az élesztő nem indul el benne. Így egy hideg eljárással kell készíteni magát a tésztát is, és csak a sütés előtt kell, hogy az élesztő elinduljon a tésztába, és akkor attól válik omlóssá valóban a tészta. Nem használunk adalékanyagokat, nem használunk gyártói pasztákat, mindent a saját magunk állítunk elő. Teljesen egészséges alapanyagokból, állati tejszínnel, vajjal dolgozunk, nem használunk növényi dolgokat, semmit. Természetes alapanyagokkal igyekszünk dolgozni, és igyekszünk a lehető legjobb minőséget előállítani. Nagy László mestercukrászt és családját a véletlen hozta Dunaföldvárra, ahol aztán 32 évvel ezelőtt megnyitották üzletüket. Átutazóba voltunk, és meg újságban láttuk a hirdetést, és megnéztük ezt az üzletet, és ennek az, ahol most ülünk, ennek az erődjébe egy pont fele ekkora üzlet volt, és kihasználatlanul volt. Szombat volt, piacnap, rengeteg ember, és mondtam, hogy ez sikerre van ítélve, és hát később azért ez más lett, de ettől függetlenül megvetettük a lábunkat, és szerintem Dunaföldvár vagy a környék egyik meghatározó üzlete vagyunk. Nem volt egyszerű, elég sok vérverejték van benne, de szerintem megérte. A kemény munka meghozza gyümölcsét. Termékeikkel több versenyen is szerepeltek már, általában szép eredménnyel. A legutóbbi megmérettetés a beigli verseny volt, ami az cukrászipartestület kezdeményezésére első alkalommal lett meghirdetve, és ott a diós beiglink ért el harmadik helyezést, a különleges ízesítésű beiglink, a rugelakkos, az pedig negyedik lett. A rugelak az egy örmény sütemény, egy zsidó ünnepi kis kifli. Az ünnepekkor tálalják a zsidók az asztalra, ebben nincsen élesztő, ez egy krémsajtos, joghurtos tésztával van, és szilvalekvárral, meg dióval. Hosszabb ideig eláll, és ez egy nagyon finom történet. Már fagylaltban megcsináltuk két évvel ezelőtt ezt a rugelakkiszt, azzal egy olasz versenyen bejutottunk az Európa döntőbe, úgyhogy ha minden igaz, jövőre lesz a megmérettetés, és valahogy az a rugelaknak az ízvilága bejön nekünk, és működik. A vendégeink is szeretik, úgyhogy kifliből is elég sokat adunk el, a fagylaltunk nagyon népszerű, és hát reméljük, hogy a beigli is szép sikereket fog elérni. Idéntől tehát négyfajta beiglit lehet itt kapni. Hagyományos diósat és mákosat, gesztenyéset és a különleges rugelakhosat. Hát én megmondom őszintén, én nem igazán szeretek versenyezni, de a kollégáim, a feleségem
unszolására indultunk el ezen a Beigli versenyen, de valójában nagyon jó dolognak tartom ezt az egész kezdeményezést, mivel megpróbáljuk visszahozni a Beiglinek a nimbuszát. Egy kicsit elcsépelt volt a rengeteg pék Beigli, meg a rengeteg ilyen-olyan kalács után, hogy a valódi kézműves Beiglinek legyen szerepe az ünnepi asztalon. Én úgy gondolom, hogy a családok egyre jobban vissza fognak térni a jó minőségű, valódi Beiglihez. Mert egy kalácsot bármelyik szupermarketbe lehet venni, de abból azt sose fogják Beiglinek hívni. És a jó Beigli, az ízekkel teli tészta, az emeli az ünnep fényét. Nekünk például van egy szokásunk, nálunk 25-én van egy karácsonyi ebéd a családnak, mivel 24-én mi még dolgozunk, és amikor elkezdődik az ebéd, mi akkor sütünk Beiglit. És az egész ebéd avval tellik, hogy a sütőből jön a Beiglinek az illata, és egy teljesen csodás ünnepi feelinget ad az egésznek.